csapatától. Először, first I'd like to ask you, Georgia, how did you see the game? But honestly, I think it was a tough game for us, like when you look at the end result, but I think the whole team played really tough game, and especially the young guys who went on the court today, I think they gave their heart and left their heart on the court, so I'm happy because of that. I think at this point that's the most important thing, and I think we really today played like a team. So that's thank you very much. Berényi Sándor, vezetőedző. Te hogy láttad a mérkőzést? Gratulálok az Osinak, nem volt kérdés a második fél időre, hogy mi lesz a mérkőzés végkimenetele. Azonban a második fél időben egy nagyon jó dobó százalékot láthatunk tőlük. Hagytunk nekik könnyűeket is, de a nehezeket is szerintem nagyon jó százalékkal dobták. 9 triplát dobtak talán a második fél időben is, azért így nehéz. És ezek egy jelentős része azért emberről történt. Azt gondolom, hogy tényleg tudtunk csapatként játszani, nagyon jól kezdtünk, nagyon jó energiával, és végig azt gondolom, hogy megfelelő képet mutattunk magunkról, és ez volt a mérkőzés legfontosabb célja. A fiatalok tényleg nagyon jól szálltak be, jó szerepet kaptak, tudtak vele élni, harcoltak és kemények voltak. Ez egy másik cél volt, amit kitűztünk magunk el, és ezt is jól teljesítettük. Nyilván erősebb csapattal játszottunk ma, de azt gondolom, hogy ebből kell kiindulnunk. Amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy Zságori a végén megsérült, reméljük, hogy nem komoly, és második mérkőzése volt életében. Nagyon jól szállt be, pontokat dobott, megbontotta a védelmet, kiosztott. Úgyhogy nagyon szép jövő áll előtte, és mi hamarabbi felépülést kívánok innen is neki az egész klub nevében. Várjuk vissza mi hamarabb. Az Osének sok sikert. Köszönjük szépen, és mielőbbi felépülést kívánok. We know it's going to be a big game. We knew that they was going to come out and fight and compete hard. They showed us in the first quarter how they came out strong, and we had to, you know, focus and lock back in, and we did a good job competing and getting the win. Thank you very much. Sebastian, what is your opinion? Congratulations to the team for the win. We were preparing for a tough game. We knew that now when they change these two imports, it's going to be another boost. We played against them after the change of the coach there, so we knew what's going to happen in the first quarter. They came out hard. They made shots. Everybody was hot. So by halftime, we managed to take the lead, and after that was under control. For us, important win, but we got 3 more games left, one by one, and in the end, we need to get to our goal. Thank you. Thank you.